ukrán gyermekek kezdték meg vakációjukat városunkban szombaton délelőtt. A kicsik a katolikus karitás segítségével megtekinthették Székesfehérvár nevezetességeit, valamint múzeumokba is ellátogathattak. Nagyon nagy volt az érdeklődés, tehát több mint 100 fő jelentkezett erre a programra. Végül ennyien el is jöttek, összességével közel 100-an vagyunk itt. Mi rendszeresen szerveztünk egyébként a Katolikus Karitász Integrációs Központjával Budapesten családos programokat. Ez az első alkalom, hogy ilyen messzire hoztuk el őket a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeummal együttműködésben. Magyarországon egyedülálló a Székesfehérvári Múzeumok Éjszakáját szervező intézmények összefogása, ugyanis 15 éve minden évben saját bevételük helyett egy közösen meghatározott jótékonysági célért gyűjtenek a népszerű rendezvénysorozaton. 2024 nyarán a Magyarországon élő és Ukrajnából hazánkba érkező Balatonon táborozó gyermekek múzeumlátogatását szervezték meg. Nagyobb az érdeklődés, mint amire számítottunk. Két buszt rendeltünk, és több mint két busznyi ember jelentkezett, úgyhogy sajnos nem tudtunk most mindenkit elhozni Budapestről, de igyekszünk majd ezt bepótolni a nyár folyamán, hogy mindenki, aki érdeklődik a Székesfehérvár kulturális kincsei iránt, ukrán menekült, az eljuthasson ide hozzánk. Az érkezőket Spányi Antal megyés püspök köszöntötte, aki, mint mondta, reméli, hogy szép pillanatok és felejthetetlen élmények várnak majd itt rájuk. Nagy lehetőség ez az ő számukra, és nagy öröm a mi számunkra. Mi hála Istennek abban a helyzetben vagyunk, hogy tudjuk őket segíteni, fogadni, tudunk számukra kellemes perceket biztosítani, hiszen az életükben sokféle fájdalommal, nehézséggel, veszéllyel kell, hogy találkozzanak. A város alpolgármestere Lerner Zsolt elmondta, mindig örömmel mutatják be Székesfehérvár nevezetességeit a gyerekeknek, amelyet ők is szívesen fogadnak. Ha jönnek táborozó gyerekek, legyen az például a Rákóczi Szövetség, vagy egyéb szervezésben Erdélyből, Vajdaságból, akkor a város mindig szívesen megmutatja azt, amilyen van, tehát a történelmi örökségét, múzeumokat, és ez szerencsére elég nagy érdeklődésre is adok ott a gyerekeknél. Ilyet nem látnak otthon, ez egyedi és ez székesfehérvári. A tervek szerint augusztus végéig még közel 200 ukrán gyermek érkezik Székesfehérvárra, hogy megismerkedjen a város történelmével és gazdag múzeumi kínálatával.